Az elmúlt héten egyik napról a másikra edzőt váltott a Ferencváros, Tomás Dolnak négy és fél év után megköszönték a munkát, a helyére pedig a Dinamo Kiev korábbi legendáját, a játékosként Bajnokok Ligája elődöntős Szerhi Rebrobot nevezték ki. Az okokról és a váltás vélt vagy valós szükségességéről Telek Andrással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát úgy tudom, hogy Erdélyből jöttél haza, ezért külön köszönjük, hogy, hogy itt vagy nálunk ma reggel. Erdélyben értesültél az edzőváltásról, vagy még itt van? Nem, akkor még itthon voltam, és hát engem is meglepett a hír, mert igazándiból euh, évek óta ugye az volt a legnagyobb probléma, hogy a költségvetésen nagyon rendben van a klub, és hogy a nemzetközi porondon viszont nem sikerült eredményt elérni, és euh, mindenki azon meglepődött, hogy miért pont akkor váltott a klub, de valószínűleg a háttérbe folyó tárgyalások akkor sikerült lezárni. Ezek szerint azt mondod, hogy ö, szükséges volt már ez a váltás. Én azt gondolom, hogy rebról biztos, hogy nem a akkor hirtelen leakasztották, tehát biztos, hogy már korábban is ez már felvetődött a klubvezetői között, meg kellett válni azt az időpontot, amikor valószínűleg ő is fel tudott készülni erre a feladatra. Igen, az időpont az, ami mindenképpen érdekes, hiszen ugye már zajlik a bajnokság, a Ferencváros ráadásul veretlenül az első helyen állt, és ö, hát azért kell egy kis idő nyilván, amíg a csapat, illetve az új edző megismerkedik egymással, és hogyha a következő évi nemzetközi kupa nézzük, akkor ideális, hiszen lesz egy év, viszont a bajnokság egy része meg rámehet. Igen, az a e, nehéz ilyenkor egy edző számára, hogy e, pont egy ilyen csúcsrangadó ellent kell átvenni a csapatot. Igazándiból e, annyira nem ismeri még a játékosokat, hogy tudja, hogy mondjuk egy Kritikus szituációban ott kit kell becserélni, vagy esetleg nem ismeri annyira a játékosoknak a kommunikációt, a metakommunikációt. Tehát ez egy nehéz edzői szempontból egy ilyen fajta váltás, de hát elvállalta, tehát biztos, hogy képesnek érzi magát Rebro arra, hogy a vidi ellen, illetve a következő rangadókon megnyerje a párharcot. De azt szokták mondani, hogy egy edzőnek általában kell egy-két átigazolási időszak ahhoz, hogy a saját képére formálja a csapatát. Vannak játékosok, akiknek aggódniuk kell szerinted? Biztos vagyok benne, hogy Rebróval az valószínűleg a mentalitásnak köszönhetően ahonnan jött, tehát biztos, hogy egy hajtós kemény futballra törekszik, tehát ilyen azt szokták mondani, hogy a pengés játékosoknak jobban összekeszedni magukat, mert hát ők nagyjából inkább arra azért vannak a pályán, hogy jó passzokat adjanak, gólhelyzetet teremtsenek, viszont hogyha nem megy a szekér, nem megy a csapatnak a jó játék, általában azért őket szokták kicsit pihentetni. Mikorra láthatjuk szerint a Drebrof csapatát, amire már azt mondhatjuk, hogy na ezt ő rakta össze, és itt az ő taktikája, ez már az ő csapata? Én azt gondolom, hogy az ősz rá fog menni arra, hogy megismeri a játékosokat, kire az, kik azok, akire számíthat is a téli átigazolási szezonban. Szerintem már az a csapat fog pályára futni a felkészülési mérkőzéseken, akikre ő számít, illetve biztos vagyok benne, hogy igazolni fog négy-öt játékost, mert ahhoz, hogy jövő-össze Nemzetközi kupában ott tudjunk lenni, és azért most már látjuk, hogy a vidi példány is mutatja, hogy azért nem egy olyan elvetemű dolog, hogy ott legyünk, bár még csoportmecseken, azért egy-két erősítéshez megvalósíthatom. Mennyit fejlődött a magyar futball a tekintetben szerinted, hogy hogy a külföldi edzők ugró használják, mert az elmúlt húsz évből, hogyha visszatekintünk, akkor talán Paulo Szózát meg Hengten Kátét lehet említeni, akik, akik innen egy magasabb szintre uh, tudtak tovább lépni, és aztán húzamosabb uh, ideig ott is maradtak. Szóval elé, eljutott odáig a magyar futball, hogy több magyar vagy uh, több külföldi edző jöhet, és használhatja esetleg így? Hát, ha belegondolunk az elmúlt két névre, azért mind a ketten azért egy világklasszisok voltak már korábban is, tehát... Uh, Rebrovics. Igen, tehát uh, Igazániból neki is van már olyan szappanik hogy nem feltétlenül a fradi kell hozzá. Szerintem ö, ö, lehet, hogy volt ez a lehetőség, ami neki megtetszett, de de nem hiszem neki, ez egy ugrodeszka kellene, hiszen azért már jobb csapatot is irányított. Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás már eljutott oda, főleg a rengeteg lehetőségnek, ami cégek támogatotnak köszönhetően, hogy valóban egy európai középmezőnyhez oda tudunk most már érni. Ugye, ha már ezt így említetted, Rebrovval nyilvánvalóan ez a cél, hiszen az indoklásban is az szerepelt, hogy a Nemzetközi Kupában szeretne előrelépni a, a Ferencváros. Egyértelműen a nemzetközi eredmények fogják minősíteni Rebrov munkáját? Biztos vagyok benne, tehát most az, hogy Fradi az első, vagy a második, persze az első helynek mindig jobban örül a klub, de az igazi teljesítményt a nemzetközi porondon kell most már lerakni a Fradinak is. Tomász Dollal, mi volt a baj, azon kívül, hogy nem jöttek a nemzetközi eredmények? Szerintem csupán ennyi, tehát az, hogy a, nem tudunk, hát az, hogy a Al Albán második érzettől illik azért egy ilyen párharcba tovább menni, illetve hát tudjuk zsenyezni, szerintem illet volna megvenni. Azok cikki tehát, eredmények voltak? Hát, tehát, e mert e ugye az egyik, az az Európa-bajnokság után egy héttel, két héttel történt ugye a, a partizáni elleni párharc, tehát akkor még lehet mondani, hogy Tomás Dolnak sem volt abban tapasztalata, hogy fáradt játékosok hazajönnek az Európa Bajnokságra, hiszen ilyet azért Magyarországon nem tapasztaltunk már nagyon régóta. A másik meg ugye a, a Ferencvárosi karrierje első nemzetközi kupa szezonjában hát történt. Egy, egyrészt más is sajnos az igazolások nem váltották be a legtöbbje azt, a, azt az elvárt szintet, ami tovább lendítette mindig arról beszéltünk, hogy a hagerazoli Azoli játszott, akkor nagyon örülünk, mert azért ő húzta a szekeret legtöbbször, vagy egy hajnal Tamás, tehát nem rájuk kellett volna építeni már azt a csapatot, hanem, hanem olyan külföldi játékosokat kellett volna igazolni, akik, akik tényleg viszik előre a nemzetközi poron ezt a társaságot. Hát sajnos nem sikerült olyan játékosokat igazolni. Igazániból nagyon kevés az, akire azt tudjuk mondani, volt egy egy Szomália, tehát azért négy-öt játékosról beszélünk, akik tényleg hozzátettek a Fradihoz, miközben 40-50 igazolás volt, és akikre már nem is emlékszünk, hogy, hogy, mit játszottak meg, hogy játszottak. Ha már a játékosokat említetted, úgy hírlik, hogy Tomás Doll egy picit az öltözőt is elveszítette már így a, a Ferencváros Ferencvárosi időszaka végén. Elfáradt ez a kapcsolat, mondhatjuk, mert az azért látszik, és a szurkolók egyértelműen kinyilvánították, hogy ők már nem bíznak benne. Mit hallottál, hogy volt ez a játékosok kapcsán? Mondjuk ez biztos benne van, hogy egy négy-öt éves együtt lét után az, hogy a játékosok nagyjából már ismerik, tán, hogy minden edzésen mi várható egy edzőtől, vagy egy mérkőzésen, egy taktikai megbeszélésen. Nagyon kevés edző az, aki öt év után is ott tud maradni egy csapatnál, tehát azért ez az itt kritikus időszak, amikor azért már egy elfárad egy, egy, kapcsolat, mert nem, nehéz már újat mutatni a játékosoknak, új sztorikkal előállni, tehát ez, ez amúgy is benne van egy ilyen munkában, hogy egy edzőnek négy-öt évente csapatot kell váltani. Hogy érzed, a Ferencváros jelenlegi kerete az alkalmas arra, hogy Európa Liga csoportkörben szerepeljen? Én úgy Például, gondolom. Vagy Bajnokok Liga csoportkörben? Igen, én úgy gondolom, hogy ha Fradi Vidi párházat nézi, mert valószínűleg ez a párhaz lesz a bajnokságban, nem érzem gyengébbnek a Fradi, tehát ö, szerintem ugyanazt a szintet eléri el most, mint a vidi jelen pillanatban, hogy aztán ö, ö, erőben, meg, meg egyenlőzettségnek, meg, taktikában ki fog mondjuk hétvégén a másik fölé kerekedni, azt majd meglátjuk, de én azt gondolom, hogy ugyanazt a szint képvisel, igen. Ugye Rebrov a mezőkövesd elleni mérkőzésen mutatkozott be, és aztán jön majd a, a vidi elleni találkozó. Mm. Ugye azt mondta róla Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója, hogy top 50-es edző Európában, Szerhi Rebrov. Azért ez jó hír, nem? Tehát ha, ha, ez valóban igaz, bár nyilván ez egy szubjektív megállapítás, de mindenképpen azt mutatja, hogy a, a Ferencváros presztízse az még mindig magas Európában. Így, így van, tehát valószínűleg, hogy én edző azért én ide, mert bízik benne, hogy valóban az a tervét meg tudja valósítani. Az, hogy valaki esetleg tényleg ott van a top edzők között, attól nem biztos, hogy minden csapat passzol is hozzá, tehát itt azért tényleg az ő személyiségének, az ő elképzelésnek, a játékosoknak azt meg kell valósítani. Tehát, hogy hallottuk a fél is azért azt, hogy megkérdezte, hogy ki a kivezeti a bajnokságot, valószínűleg nem volt elégedett a játékosokkal. Meglátjuk, hogy az ő, ő karakter átjön a játékosoknak a Mentalitásán, vagy a pályán nyújtott teljesítményén. Az biztos, hogy hasonló karakterű bajnokságba érkezett, mint uh, amilyen az ukrán volt, hiszen ugye ott is uh, két csapat, hogyha a játékos állományát nézzük, akkor akkor kiemelkedik, és ugye Sáktárdonyáczk és a Dinamó Kiev, és azért Magyarországon is, hogyha csak a játékos keret minőségét nézzük, akkor azért a Ferencváros és a Vidi egy kicsit a többiek felett áll, a másik kérdés, hogy a tabella ezt nem mindig tükrözi. Hát egy ilyen kis országban természetes, hogy, hogy nem tudsz annyi pénzforrást csapatok mögé rakni, hogy mindenki egyforma szinten legyen, tehát egy angol bajnokságot nem tudsz, ahol a legkisebb csapat is meg tudja verni a top csapatokat. Itt valóban egy vagy két csapat az, aki ki tud emelkedni, és a, a többi pedig a, a többi helyezésért tud versenyezni, ez szerintem a legtöbb bajnokságban így működik, ez, ez nem baj, szerintem ettől még egy nemzetközi szinten igenis ez a két csapat szerintem oda tud érni. Na, ha már nemzetközi szint, akkor azért ejtsünk egy-két szót a vidiről. Szerinted van arra esély, hogy a Magyar Bajnok megfordítsa az Álk elleni párharcot a hazai 2 egyes es vereség után? Hát egyrészt kell az, hogy a megfelelő játékvezető legyen, tehát hogy egy picit azért úgy éreztem, hogy nem szimpatizált velünk a, a hazai mérkőzésen, de az nagyon tetszett, hogy a vidi ember hátrányban is eh, nem adta fel a mérkőzést, hanem is látszott, hogy gólt gólokat akar szerezni, és voltak lehetőségei, és nagyon tetszett, hogy, hogy még a meccs végén se fáradt a társaság, tehát úgy látszik, hogy eh, pszichikailag, fizikailag minden szinten most a videó ott van. Kell egy kis szerencse, hogy eh, az első félidőben rugjanak egy gólt, és ha ez sikerül, de mindenképpen ugye két gólt kell rúgnia, és ha lehet, akkor nem kapni. Tehát ez nem egy lehetetlen küldetés, de biztos, hogy eh, erős lelki karakterek az, hogy, hogy ezt a fajta, én is játszottam Görögországban, tehát az ottani szurkolóknak a vehemenciáját ismerjük, tehát azt azért tudni kell kezelni, elviselni, úgy, hogy a pályán nem tudsz mondjuk 5 méteren belül a társadhoz szólni, mert akkor a hangzavar, de hát ezért szép a futball, mert ez ott mégis így jobb játszani 50 ezer ember előtt, mint 2000 ember előtt. No, hát te megtapasztalhatod két csapatban is, hogy milyen bajnokok ligája együttesben szerepelni. Reméljük, hogy a vidi játékosainak és ez sikerülni fog majd az ősz folyamán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.